mint korábban a projektiroda hírulatta a városban, hogy a napelempályázat elindul. Ezt továbbra is szeretnénk ezt a felhívást fönntartani, azonban tudatni szeretnénk a jövőbeni pályázókkal, hogy elhalasztották ezt a pályázatot. Vélhetően szakmai körökben úgy tartjuk, hogy az eredeti időpontra helyezték vissza, ami tavasszal lesz, de nyilván ez azért még több dologtól is függ. Akik eddig megkerestek minket, velük felvettük a kapcsolatot, elkezdtük építeni velük a pályázattal kapcsolatos dolgokat. Akik szeretnének a jövőben pályázni, és még nem kerestek minket, tegyék meg bizalommal, hiszen tudunk új információkat adni számukra. Még számunkra se tisztázott az összes kérdés, tehát azért még valószínűleg lesznek ebben a pályázati kiírásban változások. Főleg mivel október 31-jel a kormány lezárta a hálózatot, való csatlakozás lehetőségét, így én azt gondolom személy szerint, hogy a szigetüzemű napelemrendszer felé fogják jobban terelni az embereket, hogy azt telepítsenek, de elkezdik remélhetőleg a fejlesztéseket a hálózatban, úgyhogy hamarosan reméljük újra lehet csatlakozni majd a napelemekkel a hálózatra. Annak ellenére, hogy most ezt a pályázatot elhalasztották, én úgy vélem, hogy ez igazából egy jó döntés volt, mivel a tavalyi évről a napelem pályázatok most kerültek elbírálásra, és a kivitelezők mind a napelem, hőszivattyú és bármelyik munkafolyamatra gondolva az összes kivitelező rendkívül elfoglalt, tehát nagyon nem volt idejük foglalkozni az új ügyfelekkel, akik novemberi pályázatban indultak volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy nagyon jó lehetőség, hogy időt nyerjen, és van idő megkeresni megfelelő kivitelezőt, és együttműködni és együtt dolgozni. A napelemes pályázatok koordinálása továbbra is az én kezemben van, tehát engem lehet keresni e-mailen legfőképpen, de telefonon is természetesen az esti.kőhalmi@kiskumajsa.hu-n, valamint a 0636-620-9443-as számon. Megállapodásokat kötöttünk a helyi vállalkozókkal, akikkel együtt dolgozva igazából gördülékenyebben fog menni a munka, mivel hogy helyiek ők is. Én gondoltam azokra az emberekre is, akik például sürgősen szeretnének napelemet, vagy valamilyen oknál fogva tényleg minél hamarabb napelemhez szeretnének jutni, és szigetüzemben gondolkodnak. Őnekik van egy másik fajta pályázat, ezt a infrastruktúra fejlesztési pályázatnak nevezzük. Ezt a pályázatot meghosszabbították 2023. május végéig, úgyhogy erre lehet jelentkezni. Hogyha ez esetleg valakit érdekelne, ez természetesen azokra vonatkozik, akinek tanyájuk van külterületen. Ha nincs áram bevezetve, akkor is a szigetüzemű megoldás teljesen jól működik. Tehát a szigetüzemű napelemrendszer mindenképp egy nagyon jó megoldása az emberek hétköznapjainak a megkönnyítésére és a környezet védelmére.